A tagjelölt országok az EU-s csatlakozás során több kihívással szembesülnek. Nem utolsó sorban a szakmai terminusok anyanyelvre fordítását is egységesíteni kell. Éppen ez, illetve a fordítás kérdéséről bővítik tudásukat a jogi tanácskozás résztvevői a második napon. Nem csak a bíróknak és jogászoknak, de az önkormányzatokban dolgozó személyeknek is meg kell ismerkedniük ezekkel a kifejezésekkel, hiszen használatuk mindennapi gyakorlattá válik majd Szerbia uniós csatlakozásával. Van a szakterminológiának egy olyan része, amely az Európai Uniós joganyagnak a szakterminológiája. A magyar nyelvi megfelelője nyilvánvalóan a teljes uniós joganyagnak megvan, annak köszönhetően, hogy Magyarország Európai Uniós tagállam, a szerbiai szakterminológia az most alakul. A csatlakozási tárgyalások terminológiája sem magyar, sem szerb nyelven nem tekinthető egységesnek. Elsősorban azért, mert a politikai gyakorlat folyamatosan változtatja a szakkifejezéseket. Úgy mértük fel a szervezőkkel, hogy szükség lenne bizonyos szempontból képezni őket, hogy hogyan és mint készül egy fordítás, tehát formailag hogyan rendezzék a szöveget. Tehát ezt fontosnak tartottuk, mert láttuk, hogy ez nincs semmilyen jogszabály szabályozva, nincs szabályzat erre. A fordítás tulajdonképpen egy mesterség, amelyet folyamatosan fejleszteni kell, hangzott el a tanácskozáson. Nem lehet csupán átírni egy másik nyelvre, értelmezni is kell a szöveget. Több résztvevő hiánypótló rendezvénynek tartja ezt a jogi konferenciát, amelyre évről évre ellátogat. Elsősorban ugye a szakterminológia miatt vagyunk itt, mert ugye nem elég csak csupán az a tény, hogy mi magyarok vagyunk, hanem ha ezt az előnyt szeretnénk igazán kihasználni a gyakorlatban, ahhoz szükséges, hogy a minél jobban hogy egységesített magyar szakterminológiát is ismerjük. Hivatalosan 600 dinár a legolcsóbb és legdrágább oldalankénti fordítás Szerbiában, amely jelentősen alacsonyabb a környező országokétól. Ez a magyarországi bér egy tizede, de még a Bosznia és Hercegovinában fizetendő összeg fele sem. A rendezvény kerekasztal beszélgetése éppen ezzel a kérdéssel zárult.